Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Egy korábbi videómban már meséltem nektek arról, hogy a szobanövények legalább olyan központi szerepet játszanak egy környezettudatos otthonban, mint a kültéri növények. Legyen szó akár kerti vagy balkonvirágokról, konyhakerti növényekről, vagy akár a környezetünkben megtalálható erdőkről. Ezt a közel 2,5 méteres lyukkát egy fél éve fogadtuk örökbe, elkezdett felkopaszodni, a cserepét is nagyon kinőtte, úgyhogy éppen itt az ideje egy komolyabb karbantartásnak. A felkopaszodott törzset egyszerűen elvágtam, ehhez nem volt elég egy sima metszőolló, kénytelen voltam az ágvágót behozni. Itt láthatjátok, hogy a másik kopasz törzsön már elkezdtek az oldalhajtások növekedni. Ezeket mindenképpen szeretném megkímélni, így fölötte vágom el a törzset. Nem vagyok a növények szakértője, minden, amit ismerek velük kapcsolatban, a saját tapasztalataim révén és sok-sok kudarc árán szereztem meg. Ezzel a lyukkával egyébként több gondom is van. A cserepét nagyon kinőtte, tehát muszáj lesz átültetnem, és igencsak felkopaszodott. Elkezdtek sárgulni a levelei, nem tudom, hogy mi lehet az oka. Minden esetre, hogyha van bármiféle tippetek, akkor örömmel fogadom a tanácsaitokat. Egyszer valahol azt olvastam, hogy a lyukka törzsét elég csak vízbe rakni, és ki fog hajtani, ki fog gyökerezni. Hát most teszek egy próbát. Földaraboltam körülbelül olyan 20-30 centis darabokra a kopasz törzset, és egy vödör vízbe állítottam őket. A lyukka levágott, de még szép zöld leveleit is vízbe állítom. Ennek nem az a célja, hogy gyökeresztessem őket, mert így nem fognak kigyökerezni, ez egész biztos, viszont nagyon jól mutat addig, amíg szép zöld. A lyukka átültetésével egyébként igencsak meggyűlt a bajom. Egyedül egyszerűen nem bírtam megemelni, úgyhogy a nagyfiam segítségét kértem, de együtt sikerre vittük a dolgot, és végül átköltöztettük a lyukkát. A szobanövényeimet egyébként szinte mindig esővízzel locsolom, és emellett mindig kapnak valamilyen plusz tápanyagot alkalmanként. Nem kell semmi komoly tápoldatozásra gondolni ebben az esetben, rendszeresen a tészta, a rizs, a tojás, főzőlevét felszoktam használni és a növényekre öntöm, és hát előfordul nem ritkán az is, hogy komposztot áztatok be vízbe, és ezzel a komposztlével, komposztteával öntözöm meg, tápoldatozom a növényeimet. Közben, ahogy látjátok, a lyukka megmaradt törzsét beledugom virágföldbe, jól betömörítem, hogy ne dőljön ki, és elméletileg így is gyökeret ereszt, új erőre kap és megszépül. Az örökölt anyós nyelv átültetése, felfrissítése sem volt kis feladat, hatalmasra nőtt már, gyakorlatilag a cserepében nem volt virágföld, sem táptalaj, csak a gyökerei voltak. Annyira nehéz sűrű volt ez a virág, hogy első körben azt gondoltam, hogy ezzel sem fogok egyedül boldogulni, de végül sikerült ezt a régi műanyag cserepet lehúzni a gyökerekről. Láthatjátok, hogy gyakorlatilag nincs is virágföld a gyökerek között, annyira felélte már az ültető közeget, úgyhogy nagyon-nagyon itt volt az ideje, hogy rendbe tegyem őt is. Először kézzel megpróbáltam szétszedni a növényt, a gyökereket megkímélve, de nagyon-nagyon össze voltak kapaszkodva, úgyhogy jobb híján késsel estem neki. A szanzavéria vagy anyós nyelv egyébként egy nagyon könnyen kezelhető növény, bátran ajánlom akár kezdőknek is. A szétültetése vagy szaporítása pedig, látjátok, nagyon egyszerű. A gyökerénél kell szétválasztani a növényeket, vagy pedig a leveleket vízbe állítva gyökeresztetni.
az átültetés és a szétválasztás eredményeként 7 kisebb-nagyobb cserépnyi anyós nyelvet kaptam, aminek egy részét családon belül elajándékoztam. Ahogy említettem, az anyós nyelvet nagyon könnyű levélről is gyökeresztetni, vízben tartva, méghozzá úgy, hogy a leveleket kisebb darabokra fölvágjuk, és egyszerűen befőttes üvegben, vagy egy vázába, kevés vízbe beleállítva. Nem túl gyorsan, de egyértelműen kigyökerezik. A tavaszi ilyen típusú gyökeresztetésem is sikerrel járt, úgyhogy most bátran nekivágtam ismét. A lyukka és az óriási anyós nyelv átültetése óta körülbelül egy hónap telt el. Habár az anyós nyelveken egyelőre még nem látszik semmi, a lyukka törzse meglepő volt számomra, hiszen már látszanak a kis hajtások. Azóta eltelt még egy pár hét, és már az egyik törzs darabkán már egy kis gyökérkezdemény is látszik, sőt, annak a levágott ágnak az oldalán is elindultak a hajtások, ami az eredeti lyukka növény volt. Én továbbra is szeretnélek arra buzdítani benneteket, hogy tartsatok minél több szobanövényt a lakásatokban, és próbáljatok megszaporítani, valóban jó móka. Ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha jelzitek ezt felém egy lájkkal, és hálás vagyok, hogyha megmutatjátok másoknak is. Hamarosan egy újabb videóval találkozunk, addig is kövessétek Zero Waste tipjeimet az Instagramon és a Facebookon egyaránt. Sziasztok!